Nem tudom, hogy várható-e még valaki a közgazdasági technikumból. Nem tudjátok? Jó, még akkor várunk egy picit, jó, mert hát, ha még érkeznek. Edve közben egy jelenléti ív elindult, azt szeretném kérni, hogy megtaláljátok a neveteket, akkor írjátok alá. Ha nem lennétek rajta a listán, akkor pedig a táblázat alá írjátok fel a neveteket, és egy aláírást, és akkor meglátjuk, hogyha végigér ez a lap, hogy valaki hiányzik-e még, vagy nem. Ha nem hiányzik senki, akkor pedig bele is kezdünk, jó? Mi az irány, addig még picit, amíg várunk, mi az irány, ami felé szeret? Marketing, turizmus, jó? Turizmus. Aha, akkor ti vagytok ugye a vendéglátási vonalról, és akkor a turizmus, jó? Turizmus szintén, aha, oké, itt a... Marketing, meg valami gazdasági, tehát akár a gazdálkodás, menedzsment, gondolom, ugye? Uh-huh. Jó. És akik 11-esek, ők van valami irány, vagy még nagyon-nagyon keresitek az utatokat, hogy... Vagy valaki, mert valamikor azért van már 11-esként is, hogy azért kiderül, hogy mi lesz az az irány. Nem nagyon rajzolódott még körbe, hogy... Vagy van esetleg több dolog a fejetekbe? Nem biztos, és pénzügyi? Pénzügyi terület, aha. Tehát gazdasági vonal. Ugye ti, akik ugye a közgazdasági vonalról gondolom, azért valószínű, hogy a... Nem tudom, hogy a közgazdasági pályáról talán nem vette el a kedveteket az iskola, hanem erősítette inkább a tudatot. Úgyhogy gondolom, valami közgazdasági irányba tervezitek inkább a tanulást, ugye? Mi a kedvenc tárgyatok itt a közgazdasági? Valóban van olyan, amit szívesen? Ugye szakmai tárgyakat is tanultok már. Jó, akkor én nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. Ez a mai program, és köszönjük szépen az iskolának is a lehetőséget, hogy ezzel a programmal, ugye itt a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége szervezésébe egy TDK-ra hangoló, felkészítő, TDK-ra kedvet csináló program délutánon vesztek részt. Ennek az első részében egy kicsit próbálom bemutatni, hogy miről is szól ez, mik adják ennek az elméleti keretei, majd pedig utána gyakorlatorientáltan próbálunk együtt dolgozva kitalálni olyan témákat, területeket, amik vonzóak lehetnek számotokra, hogy akár ebből egy kutatást hogy lehetne továbbfejleszteni, hogy lehetne továbbépíteni. Én Balázsné dr. Lendvai Marietta vagyok, aki vezetem ezt a program délutánt. Én ugye sokan mondtátok, amikor jöttetek, hogy egyetemi előadásra jöttetek. Igen, ez is helytálló, mert én egy egyetemről érkeztem ide, mivel ugye a TDK és a kutatásoknak az egyik fő szintere az egyetemek, függetlenül attól, hogy milyen egyetem. Ezért ott ez egy kiemelt figyelmet érdemel, és nagyon jónak tartom ezt a kezdeményezést, amikor maga ennek egy kicsit a hangulatát el tudjuk hozni már nektek ide középiskolába, hogy milyen lehetőségeket rejthet ez, mert hogy ugye ezzel a TDK-val nagyobb léptékekkel az egyetemeken találkozhattok, és ezt ebbe próbálok ennek a rejtelmeibe bevezetni benneteket. Én egyébként a Budapesti Gazdasági Egyetemen tanítok, tehát ugye ez közgazdasági oldalról az üzleti képzéseknek az egyik legnagyobb egyeteme. Ugye 3 kara van ennek az egyetemnek, és én a pénzügyi számviteli karon tanítok, ahol ugye a pénzügyi számvitel, illetve a gazdálkodás menedzsment, ez a 2 meghatározó szak. De ugye a BGE-hez tartozik a kereskedelmi vendéglátóipari kar is, ahol a turizmus vendéglátás területen ezernyi lehetőség nyílhat ki, hogy tanuljatok.
17 éve én már a felsőoktatásban dolgozom, úgyhogy azóta foglalkozok fiatalokkal, akiket TDK-ra készítek fel, és ennek a TDK tevékenységének a keretében éljük meg azokat a sikereket, élményeket, amit egy ilyen dolog adhat egy egyetemen. Ennek szeretném egy kicsit a hátterét bemutatni nektek. Maga, hogy TDK, vagy akár amikor ez a program felhívás jött felétek, mi az, amit ti erről, hogy TDK hallottatok magáról, erről, hogy TDK, vagy ez egy abszolút ismeretlen mozaik szó számotokra? Jó, nem baj, nem, egyáltalán nem baj, azért vagyunk itt, hogy akkor kicsit megvilágítsuk, hogy mit is takar ez a TDK. Ez ugye tudományos diákköri konferencia, ez az elnevezése ennek a rövidítésnek, és ez egy tehetséggondozási műhely tulajdonképpen az egyetemeken, és azok a hallgatók, akik az egyetemekre bekerülnek, és kedvet éreznek ahhoz, hogy bekapcsolódjanak egy ilyen TDK megmérettetésbe, ami nyilván azért konferencia, ez egy konferencia kereteiben testesül meg. Emögött ugye kutató munka van, fiatalokat próbálunk ösztönözni arra, hogy a számukra érdekes, aktuális témákban kutassanak, és a kutatásaiknak az eredményeit egy dolgozatba ágyazzák. Ennek vannak ugye formai követelményei, hogy hogy kell egy ilyet elkészíteni. Ez egy hasonló egyébként, mint egy szakdolgozat, amit a diploma megszerzéséhez ugye el kell készíteni, és ezt prezentációba foglalva bemutatják egy szakmai bizottság előtt, ahol az adott szakterületnek a hazai szakértői vannak jelen, és ők döntik el, hogy hány pontot teljesít valaki a dolgozat és a kapcsolódó konferencián adott szereplés által. És azok, akik a legjobban teljesítenek, ők mehetnek az országos versenyre. Az akkor már országos tudományos diákköri konferencia, ahol az egész ország legjobb diákjaival versenyezhetnek különböző területenként, ugye itt említettétek a turizmust, valaki ugye gazdálkodás, menedzsment, esetleg pénzügy előtérbe kerül. Nyilván mindenki olyan témában mélyül el, ami igazán érdekli, és a szíve választotja, mert ez egy nagyon fontos. És az országos versenyen, hogyha valaki ugye helyezést ér el, az nagyon-nagyon nagy elismerés. Egytől harmadik helyezés, illetve a külön díjak, amiket, ahol tényleg a legkiválóbbak versenyeznek már, és nagyon nagy sikertörténet. Én azt gondolom valakinek a kis életportfóliójába, hogyha el tudja mondani, hogy egy ilyen versenyen sikert ért el. Hogy ezt középiskolai szintére mihez lehetne leginkább hasonlítani, talán az OKTV versenyekhez. Tehát annyi, hogy itt ugye egy dolgozatot, egy adott témáról kell kifejteni a gondolataitokat, a kutatási eredményeket, tapasztalatokat. Ugye az OKTV megmérettetés egy hasonló középiskolai szintéren, és ugye ha valaki OKTV-n helyezést ér el, akkor azzal ugye nagyon nagy előnnyel tud indulni, akár felvételi nélkül bekerülhet felsőoktatásban, vagy valamilyen formában ugye ez beszámításra kerül. Tehát ez egy verseny tulajdonképpen, amire kiválóságokat szoktunk invitálni, de hogy ki a kiváló, az én azt gondolom egy kicsit mindig rajtatok múlik, hogy akartok-e kiválóak lenni, akartok-e kitűnni valamiben, és hogyha valaki ebben úgy érzi, hogy kedve van, akkor az egyetemi szintéren oktatók mentorálnak, segítenek benneteket, hogy az adott területhez kapcsolódóan olyan pályamunkák szülessenek, amivel akár nyerhettek is, sikeresek lehettek. De én mindig azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy a siker nem csak attól van, hogy valaki helyezést ér el. A siker már maga az, amikor elkészül egy ilyen TDK dolgozat, le tudja adni határidőre valaki, be tudja mutatni azt a konferencián, és lehet, hogy helyezést nem ér el, de maga az a tudás, tapasztalat, amit megszerzett az oda vezető úton, az iszonyú ütőképes kártyákat ad, lapokat ad a számotokra, amivel későbbiekben a munkaerőpiacon is
sikeresek tudtak lenni. Tehát amikor az ember egy ilyen munkába belevágja, és beleássa magát, és megméretteti magát, akkor olyan észrevétlenül fejlődnek olyan kompetenciák, amire nem is gondol az ember. Ezek mindig utólag válnak láthatóvá. Tehát ez egy verseny, és hogy középiskolásként ugye hogy tudtok ebbe belekapcsolódni, mert hogy van kapcsolódás. No, hát egy kicsit a TDK-t megvilágítva láttátok, hogy ez egy tehetségműhely, ami egyetemeken nagyon találkozni fogtok vele, és lesznek majd felhívások, próbálnak becsábítani benneteket azokon az egyetemeken, ahova mentek tovább tanulni, hogy kapcsolódjatok be ebbe a munkába, mert hogy nagyon megéri, és ezeknek az érveit el is fogom mondani, hogy miért éri ez meg. Ugye maga a tehetség, amikor mondtam azt, hogy ki az, aki bekapcsolódik egy ilyenbe, bárki bekapcsolódhat, aki úgy érzi, hogy valamilyen területen szeretne elmélyülni, legyen az az általatok említett turizmus, a pénzügyek, a közgazdaságtannak a nagyon-nagyon sokszínű lehetőségei, aktualitásai, ami ugye erre lehetőséget adnak. Nagyon fontos, hogy egy olyan téma legyen, amit tényleg szívesen érdeklődtök iránta, és érzitek, hogy aktualitása van, mert hogy a tehetség bárkiben benne lehet. Kérdés, hogy azt a tehetséget elő akarja-e hívni valaki magából, és sokszor ezt a tehetséget, ezt nagyon kemény munkával és bátorsággal egyfajta kell egy belevalóság is ahhoz lehet előhívni. Nagyon sok összetevője van annak, hogy valaki előhozza magából ezt a tehetséget, de az első az a bátorság, és az a kedv, hogy egy kicsit a komfortzónámból és a megszokott tevékenységekből ki akarok lépni, és valamivel egy kicsit többet akarok csinálni, mint a társaim. Mert mindig abból tanulunk és abból fejlődünk, hogyha valamivel egy picit többet csinálunk, mint a társaink. Ugye egy cég is, amikor tanuljátok marketing oldalról, hogy mindig verseny előnyt kell, hogy szerezzen magának, bármilyen területről és bármilyen ágazatról beszélünk. Nincs megállás abban, hogy valamiben jobb legyen egy cég a másiknál, mert ez biztosítja neki a túlélést, a fejlődést. Azok a cégek, akik ölbetett kézbe ülnek és nézik, hogy mi zajlik a világban körülöttük, őnekik nincs esélyük. Jó, lehet, hogy ideig, óráig még valamiféle kapaszkodást találnak és túlélnek, de a sikerhez nagyon kemény munka kell, bátorság, és mindig gondolkodni kell azon, hogy miben tudok kitörni, miben tudok jobb lenni. Hogyha a cégeknek ez a küldetésük, hogy ezzel foglalkozzanak, hisz ezért vannak azok a területek, amiket tanultok most már itt középiskolában, támogató eszközök, a marketing, a logisztika, a pénzügy, a számvitel, hogy minden sikeresebb tudjon lenni egy vállalkozás, akkor nekünk, embereknek is ez egy fontos küldetésünk, hogy valamiben jók legyünk és jobbak legyünk, valamiben kiválóak legyünk. Ez lehet művészi jellegű tevékenység, lehet sportolási jellegű tevékenység, amikor valaki ki akar emelkedni, de akár lehet a kutatások, a tudomány területén is kiválóság valaki, hogy elmélyed egy bizonyos területen, és olyan eredményekre jut, amelyek akár nemhogy csak hazai szinten, de nemzetközi szinten is újszerű eredményeket hoznak. Jó, tehát ez a kutató munka, ami kapcsolódik a TDK-hoz, az abszolút, ahogy ez a kis idézet is említi, akár szupersztári magasságokba is emelhet valakit. És lehet, hogy sokszor nem érezzük magunkban ezt a lehetőséget, sokszor önbizalom oldalról azt tapasztaljuk, hogy leértékelik a fiatalok magukat, hogy én nem vagyok olyan jó, nem tudok úgy írni, nekem nincs időm, ugye sokszor szokott ez jönni. De én azt gondolom, hogy bele kell vágni, és az ember sodródik, ha van egy kapcsolódó jó mentor, aki segít benneteket, akkor visz benneteket ez előre, és ahogy
dolgozik az ember, jönnek az eredmények, a sikerek, egyre mélyebbre akarunk menni, és még többet meg akarunk tudni arról a területről, és a végén már egyfajta szenvedélyévé válik az embernek ez a tevékenység, mert kíváncsiak vagyunk. Valamennyi ember hajtja a kíváncsiság, és hogyha egy terület mellett elköteleződünk, akkor ez a kíváncsiság egy hajtóerőt ad. És hogy ez a TDK miért is jó, már pár dolgot mondtam, hogy fejlődik a tudás, kompetenciák, de egyetemi oldalról, ha valaki ilyen TDK-ba bekapcsolódik, számos ösztöndíj előtt nyílhat meg a kapu. Azért azt érzitek és látjátok ti is, hogy főleg a közgazdasági képzési területen, ami feléti többségébe ugye azért érdeklődni fogtok a technikum által adott képzési struktúrának megfelelően, ezekre a területekre azért nagyon magas pontszámokkal lehet bejutni államilag finanszírozott képzésekbe. Most még elég elfogadható ez a 400 pont, de ugye azért azt is látjátok, hogy hiába 400 pont, ahova ugye közgazdasági képzésekre például be lehet kerülni, de az felkapottabb egyetemekre sokszor ugye olyan erős pontszámokkal jönnek diákok, hogy akár 420-440 pont is lehet az államilag finanszírozott helyért a pontszám, amivel be lehet kerülni. 500 pontból azért ugye ezt nem olyan egyszerű elérni, tehát nagyon sok mindennek össze kell jönni. És lehet, hogy valakinek nem sikerül bekerülni államilag finanszírozott képzésre egy egyetemre, de mellette például vállal és bekapcsolódik mindjárt ilyen TDK munkát készít. Ami a jó, hogy ezt a TDK pályamunkát nem feltétlenül csak egy magatok készíthetitek el, ebben lehet találni társad, tehát két fő, akár három fő is összekapcsolódhat egy csoport munka keretében, és elkészítheti ezt a pályamunkát, majd amikor ez összeállt, akkor a prezentációt is hárman meg lehet tartani. Tehát itt nem feltétlenül kell egymagának dolgozni az embernek, ha valaki úgy érzi, hogy egymaga egy kicsit bátortalanabb, kevésbé érzi magába azt a motivációt, és a csapatnak a hajtóereje ilyenkor, vagy kiegészítik egymást, tehát nyugodtan lehet csapatban is dolgozni, és akkor fel lehet osztani a területeket, és azért a csapatnak az ereje az meg szokott látszódni, tehát nagyon színvonalas munkák szoktak készülni akkor is, hogyha kettő vagy három fő kapcsolódik be. És ha valaki egy TDK pályamunkát megír, a különböző ösztöndíjprogramokban már ezek pont értékeket jelenthetnek. Rengeteg ösztöndíj lehetőség van, tehát ha valaki netalántán egy költségtérítéses formába kerül be a felsőoktatásba, akkor tud azért visszakompenzálni azzal, hogy jól próbál tanulni. Ha jól tanul, akkor akár esélye lehet arra, hogy államilag finanszírozott képzésbe kerül be. Nyilván ezekhez is, hogy bekerüljön valaki egy államilag finanszírozott képzésbe, jól jöhetnek minden pályázathoz a TDK-ba való bekapcsolódás. Még ha helyezés nem ér el valaki, akkor is. Ha helyezést ér el, az pedig már akkora ütőkártyát jelent, mert olyan plusz pontokat kap valaki, hogy nehéz vele felvenni a versenyt. Például egy országos TDK versenyen, ha valaki bejut az országos versenyen, az ott elért helyezést, olyan magas pontszámot kap szinte minden ösztöndíjprogramba, hogy azokkal a diákokkal nem lehet felvenni a versenyt. És nem lehetetlen elérni ezeket a helyezéseket. Mindjárt mutatni is fogok majd hallgatókat, akik második helyezést értek el OTDK versenyen, és az ő gondolataikat itt szeretném csak itt visszaidézni, hogy ne csak én mondjam, hogy miért jó a TDK, hanem hogy egy hallgató hogy élte ezt meg, akik már azóta a munkaerőpiacon sikeres szereplőként dolgoznak, és valaki nem csak egy, hanem akár több TDK dolgozattal is megmérettette magát. Tehát sikert hozhat ez nektek, azon kívül, hogy fejlődik a tudásotok, kompetenciátok, és nyilván a munkaerőpiac ezeket a kompetenciákat fogja megfizetni majd, hogy milyen a ti probléma megoldó képességetek, mennyire vagytok kreatívak, milyen a prezentációs készségetek, hogy tudtok fogalmazni, a szakmai nyelvezetetek fejlődik ezáltal, tehát olyan készségek fejlődnek, amely által már egy interjún
sokkal magasabb szinten lesztek, mint azok, akik például nem TDK-ztak. Ráadásul az önéletrajzba, ha beírjátok, hogy bizonyos témából ti TDK pályamunkát készítettetek, arra a munkaerőpiac fel fogja kapni a fejét. Miért is? Mert látják azt, hogy ti az egyetemi évek alatt nem csak a szokott, elvárt minimum követelményeket teljesítettétek, hanem valamivel többet akartatok. Ki akartatok emelkedni? Tehát a többiekhez képest csináltatok többet, és mert hogy amikor végez egy egyetemen, megszerzi a diplomát, mondjuk több száz diák nálunk a mi karunkon, egy-egy ilyen kimenetkor akár 600 ezer diák írja a szakdolgozatot. Az, ha minden egy ugyanaz, lehet, hogy valakinek 3-as, valakinek 4-es, valakinek 5-ös lesz a minősítése a diplomájának, de a munkaerőpiac ő csak azt nézi, hogy diploma megvan, kipipálva, és utána nézi azt, hogy mit csinált az egyetemi évek alatt. Milyen kiegészítő feladatokat vállalt fel? Ide tartozik az is, hogy dolgozott-e például az egyetemi évek alatt, szerzett-e tapasztalatot, mert hogy ugye vannak az egyetem alatt olyan lehetőségek. Írt-e TDK-t? Sokszor egy diákot azért vesznek fel céghez, mert olyan témából írja a TDK pályamunkáját, ami területre ő pályázik, és annak a területnek ő már félig szakértője, hisz elmélyed benne, tapasztalatot szerzett, tehát előfordulhat, hogy egy TDK dolgozat által vesznek fel valakit egy vonzó olyan munkahelyre, ami anyagilag is megbecsülés biztosít, és lehet, hogy ugye az sem mindegy, hogy egy olyan feladatot látunk el, amit szeretünk, ami a szenvedélyünk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne csak azt érezzük, hogy ahol pénzt kell keresni, hanem olyan munkát, amiben érezzük nap mint nap, hogy hasznosak vagyunk, fontosak vagyunk, és jól érzem benne magamat. Tehát valamikor a TDK dolgozat megírása vezet el valakit odáig, hogy megtalálja álmainak a munkahelyét, és ezáltal kap lehetőséget. De vannak olyan cégek, akik eleve már az álláshirdetésben, majd mindjárt mutatok erre példát, az álláshirdetésben előnyként jelenítik meg, vagy valamikor elvárásnak, hogy TDK szereplés legyen. Nem írja elő, hogy helyezés, de vegyen részt a TDK-ban. Tehát egyértelműen azt gondolom, hogy munkaerőpiaci oldalról is a ti saját fejlődésetek, hisz minden ember fejlődni akar, ebbe viszont áldozatot kell tenni, tehát neki kell állni, nem kis munka van benne, ezt végig fogjuk vezetni, abba, hogy egy TDK összeálljon, de megéri. Jó, úgyhogy igazából egyrészt ezek a dolgok ösztöndíj, tehát plusz pénzhez lehet jutni, és csak egy összeget mondanék, rengeteg ösztöndíj lehetőség van, ez minden egyetemen más és más. De minden ösztöndíj programban az ilyen kiegészítő tevékenységek, azok nagy ütőkártyát jelentenek, plusz pontszámot jelentenek. Mondanék egy kiemelt ösztöndíjat, ami az új nemzeti kiválósági program keretében, minisztérium által meghirdetett program, UNKP pályázat, amit be, hogyha valaki készít egy kutatási pályázatot, és ebbe vállalja azt, hogy TDK pályamunkát készít, ezt elkészíti, bemutatja, nem elvárás, hogy helyezést érjen el, nyilván annak mindig örülünk, hogyha valakinek sikerül helyezést elérni, és hogyha sikeres a pályázat, tehát úgy ítéli meg a szakmai és tudományos bizottság, egyik oldalról, ezt egyetemi oldalról is értékelik, és még a minisztérium is ugye értékeli, ez havi 100 000 forintot jelent 10 hónapon keresztül. Tehát ez egy 1 millió forintot jelentő ösztöndíj. De emellett vannak az egyetemeknek saját ösztöndíj programjaik, tehát a BGN-ek is, de bármelyik egyetemre, ahova mentek, ott van rengeteg kiegészítő ösztöndíj. Aztán van például a közgazdasági területen a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett ösztöndíj, amit minden fél évben meghirdet. Ebben is plusz pontértéket jelent a TDK szereplés. Ezekhez az ösztöndíjakhoz azért legalább ilyen 4-es vagy 4,5-ös átlaggal kell rendelkezni, tehát jól is kell tanulni, de a TDK az növeli a pontértéket, és például egy MNB ösztöndíj akár plusz 50 000 forintot jelenthet havonta,
és szintén 10 hónapra. De nyilván lehet ezeket pályázni rövidebb időre is. Én azt mondom, érdemes egy 10 hónapos ciklust megpályázni, és kihasználni a maximális lehetőséget. Maga mai alkalommal beszélünk arról, hogy hogyan kell egy ilyen pályázatot összeállítani, már maga ezt is szeretném megemlíteni, hogy körülbelül el tudjátok képzelni, hogy nem egy ördögtől távol egy ilyen ösztöndíjnak az elkészítése, és hogy ti középiskolásként hogy kerülhettek ebbe bele már, úgyhogy igazából erre az UNKP ösztöndíjra ti is pályázhattok, amikor ugye abban az évben, amikor felvételiztek, ahhoz az egyetemhez, tehát valaki kiválasztja, hogy nem tudom én a Budapesti Műszaki Egyetemre megtanulni, és van egy témája, amit szívesen kutatna, akkor ugye kell keresni az egyetemen egy olyan témavezetőt, még úgy, hogy ő nincs felvéve az egyetemre, aki abban az esetben, ha támogatást nyer az UNKP pályázat, akkor segíti konzulensként, mentorként a témának a kidolgozását. Viszont ugye középiskolásként ahhoz, hogy erre pályázni lehessen, és már elsősként ti valamilyen kutatást, vagy akár ez TDK legyen, mert hogy ebben nem feltétlenül kell a TDK-t vállalni, de szerintem kár kihagyni. Tehát ha már kutatással foglalkoztok, akkor annak az eredményeit miért ne vinnétek be egy egyetemi TDK-ra, akár első évesként is, hogy a pályázásnak az a feltétele, hogy OKTV eredménnyel kell rendelkezni, és 1-től 10-ig helyezést elért hallgatók pályázhatnak erre középiskolásként. Viszont ha az egyetemre bekerültök, az egyetemen, ugye ott már első évben, ott figyelni kell, majd olyan május-június körül írják ki ezeket a pályázatokat, és első évesként ott viszont már pályázhattok UNKP-ra, nyilván minél jobb tanulmányi eredménnyel, mert az növeli, bekapcsolódni az egyetemen egyéb hallgatói szervezetek munkájába, szakmai versenyekbe, tehát minden kiegészítő tevékenység az, ami plusz többlet pontértéket ad. Egy ösztöndíj programban is ugye úgy lehet nyertesnek lenni, ha minél több dolgot le tudok tenni az asztalra, és sikeres tudok lenni. No, akkor nézzük meg, hogy hallgatók, hogy vélekednek a TDK-ról. Én nagyon sok mindent elmondtam már. 3 olyan hallgatót választottam ki, akik OTDK-n, tehát az országos versenyre tovább jutottak, ugyanis ennek a folyamata, hogy lássátok, hogy néz ki. Tehát a folyamat az, hogy elkészül a TDK dolgozat, azt leadják. A TDK dolgozatra 60 pontot lehet kapni. Ezt az egyetemen a szakmai szakemberek, tudományos területen szakemberek, egyetemi oktatók bírálják le. 2 oktató átlagából jön ki ez a 60 pont. És hogyha következő a prezentáció, ami pedig szintén egy szakmai bizottság előtt 40 pontot lehet elérni a prezentációból, és a 100 pont alapján sorrendbe állítódnak a diákok, és aki ugye a legjobb eredményt éri el, és a bizottság is úgy dönt, őket tovább ajánlják az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, hogy képviseljék az adott egyetemet. Tehát így kerülhet valaki az országos versenyre, és ott pedig újra bemegy a dolgozat, de ott már nem a belső egyetem emberei bírálják, hanem különböző egyetemek bírálhatják, nyilván az adott tudományterülethez kapcsolódóan, ugyanúgy van prezentáció, és ugyanúgy ezzel a 100 ponttal megy, jó? No, akkor tartunk egy kis szünetet, és akkor úgy folytatjuk, jó?